Szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat. Én azt gondolnám, hogy fussunk is neki, kezdjünk rögtön a kuglóffal, mert ez ugye 50 percet sül, és az alatt van időnk egy csomó minden másra. Első körben akkor tehát mindenki legyen kedves, gyújtsa be a sütőt, a légkeveréses sütőt 160 fokra. Így. És akinek teljesen hagyományos sütője van, az inkább olyan 175 fokra. És akkor lássunk is neki a munkának. Én már kimértem ide 25 deka lisztet, és ehhez akkor teszek egy csomag sütőport. Ezzel elkevergetem. A következő művelet az az, hogy van nekem 25 deka vaj szintén kimérve, közben kinézegetek, azt mondja jó reggelt mindenkinek, szintén jó reggelt kívánok én is. Na, akkor 25 deka vaj először önmagában megpróbálom kikeverni krémesre, már ha sikerül, mert azért ugye ez hajlamos fölragadni csak úgy a habverőre, de hogyha szoba hőmérsékletű, akkor lehet azért vele dolgozgatni. Hogyha ez megvan. Lehet, hogy én jobban nem is bíbelődök vele, mert tényleg csak ráragad minden ide a habverőmre. Viszont, ha ráteszem a cukrot, egyebet, akkor az majd mindjárt leszedi nekem. Tehát, ehhez a mennyiséghez ugye 25 deka volt a zsiradék, megy 15 deka cukor, és megy hozzá 2 csomag vaníliás cukor. Ezt én most kikevergetem. Lehet látni, ahogy a cukor belekerült, ugye jön le szépen a gépről a zsiradék. Ez nagyjából egy ilyen fél perces munka. És egyesével hozzáütögettem a tojásokat. Nézzük, illetve hát egyesével bele is dolgozom. Hopp, súlypont áthelyezés megtörtént, tehát első tojgli. Valahogy úgy ügyeskedem, hogy legalább a zsinór ne lógjon bele. És jó, jöhet bele a második tojás. Tehát itt ennél a receptnél nem verjük föl külön a tojás fehérjét. Egyszerűen nem kell. Úgyhogy nagyon egyszerű, gyors kis sütemény ez a túros kugló. Egy másodperc szemetet likvidálom. Így. És már is folyt köv. Tehát. Jó, ennél nem is kell jobban kidolgozni, csak azért menekülök előle, mert fröcskök, és nem akarom, hogy olyan legyek. Megy hozzá akkor 25 deka túró, ezt szitán én már előtt átpasszíroztam, ugye ezt tegnap, aki bevásárolt, vagy tegnap előtt, ott az instrukciók között szerepelt, hogy mit kell előkészíteni, és ebben benne volt, hogy szőszitán átpasszírozzuk a túrót. Akkor sincs baj egyébként, ha nem passzírozzuk át, csak akkor, ahogy vágom én ezt a kuglófot, akkor a meccés felülete nem lesz olyan szép, hiszen ott lesznek benne a túró darabok, és ez nem annyira szimpatikus. Eldolgozom. Ebbe a masszába kerül még reszelt citromhéj, amit már is hozok. A reszelőm itt, a citromot, ahol meg is van, ide készítettem, tehát jöjjön bele akkor egy citromhéja. A citromnak csak a sárga része, mint mindig, tehát ezt a belső fehér bundáját ezt lehetőség szerint kerüljük belereszelni, mert az olyan kesernyi és nem ad valami jó ízt.
Független attól, hogy például nagyon kevesen tudják, de ebben a fehér bundában van például az a anyag, ami csökkenti, aminek a rendszeres fogyasztása csökkenthetné a vérkoleszterin szintjét, de ez majd egy másik mese lesz, amikor majd felújítjuk az Étel a legjobb orvosság című könyvet, mert hogy az 25 éve jelent meg, és itt lenne az ideje egy bővített, javított kiadásnak. Na majd akkor. Az, hogy teszünk-e bele mazsolát, vagy nem, megint csak ízlés dolga, egy picit most teszek bele, megjegyzem, kerülhet bele másféle aszalgyümölcs is, illetve az aszalgyümölcsök mellett, aki szereti, tehet bele akár mandulát, tehet bele mogyorót, ezt lehet nyugodtan ilyen lazán kezelni, ezt az egész receptet. Jó? Már legalábbis ennyire. És akkor jöjjön hozzá az a liszt, amit itt kikevertem. Tehát ez ugye 25 deka liszt volt, és egy csomag sütőpor. És gyakorlatilag ennyi lesz a tésztánk. Ez el, egy pillanat. Ezt itt kikeverem, és már kanalozhatom is bele, illetve hát habkártyával belesimítom a kugló formába, abba a kugló formába, amit előtte én kivajazok, belisztezek. Itt lehet látni, hogy most még ugye olyan, mintha száraz lenne ez az egész, hiszen a lisztet nem vette föl, de ahogy elkezdem kevergetni, egyre inkább elválik majd az edény falától ez az egész massza, szépen összeáll, és hát ennek pont ilyennek kell lennie. Ez egy szintén sokszorosan kipróbált, bevált recept. És akkor most jöjjön az, ami unosuntalan, hogy megbeszéljük menet közben, csak ezt én innen eltüntettem, hisz kell majd a hely nekem. A hely nekemről eszembe jutott a hely nekem, de jó lenne most egy sör, na de visszatérve akkor ide, bocsánat. Tehát, ugye azt mindig megbeszélgetjük, hogy lehetőség szerint már kiment az a divatból, vagy minél inkább tudatosabban próbálunk étkezni, annál inkább előtérbe kerül ez a dolog, hogy nem eszünk három fogást egyszerre, vagy lehetőség szerint ne együnk három fogást, ne vigyünk be egyszerre túl sok kalóriát. Egy másodperc kézmosás, az egy csoda, mert eltelt legalább három perc, úgyhogy nem mostam kezet, és már is jövök egy pillanat türelmet. Tehát, ahogy beszéltük, ugye ki kell vajazni ezt a kugló formát. Na, tehát akkor kilisztezem én ezt a kis kugló formámat, közben őszintén remélem, hogy kezdi elérni a hőfokot a sütőm, de mindjárt belenézek. Jó. Ami felesleges liszt, azt azért ütögessük ki belőle. Ennyi. Már mehet is bele a tészta a kugló formába. És akkor ezzel semmi más teendő nincs. Háromszor így az asztalhoz ütöttem, hogy egy picit tömörödjön a tészta. És akkor középső rács, 165 fok, el is aludt a sütő. Ez azt jelenti, hogy ugye elérte a hőfokot. Beteszem és 40 percig sütöm. Akkor elkészült a kuglóf. Lehet látni, gyönyörűségesen szép lett. A kuglófa annyi a feladat, hogy azt írtam, hogy a formában kell hagyni kihűlni, és utána borítsuk tányérra. Én most annyit megelőlegezek neki, hogy ráteszem így a tányért. Remélem nem most fogok mindent szétverni, meg összetörni. Háziak különösen örülnének neki. Egy mozdulattal én ezt ráfordítom a tányérra, így, és akkor a kuglóf gyakorlatilag, mire a tálalásra kerül a sor, magától kicsusszan belőle és kész. Tehát kuglóf kilőve. Reményem szerint kijött a formából. Hát teljesen jó. Túró kuglóf. Szerintem ezt nagyon fogja szeretni mindenki.
Így. Nem utolsó sorban azért gondoljanak bele, hogy semmiféle e-betűs kiegészítő nincs benne, tehát itt magunk készítettük. Ez szerintem, ha otthon, és ugye nem volt sok, mint 15 perc alatt belettéve, gyereknek 10 óraira tökéletes, ideális. Meg hát magunknak is, kis nasinak, azért ez sosem rossz.